Üdvözlöm Önöket, Fejős Ádám vagyok. Ma sem fogunk fázni itt a Kárpát-medencében, azonban arra felhívnám a figyelmüket, hogy mivel megközelít bennünket észak-nyugat felől egy meleg front, egyre inkább nedves léghullámok érkeznek ide a térségbe, éppen ezért zápor-zivatar kialakulása már egyáltalán nem kizárt. Tegnap inkább az ország keleti részében, ma többfelé szorványosan alakul ki, akár hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Várhatóan azért sok lesz a napsütés, arra mindenképpen számítsanak, hogy nem lesz egész napos, illetve országos csapadék. A délelőtti időszakban inkább a Dunántúlon, aztán később már gyakorlatilag bárhol kialakulhat legalább egy-egy futózápor, aztán a délután második felében inkább a kora esti óráktól kezdve akár egy-egy intenzívebb zivatar is megjelenhet majd az égen, felhőszakadással, akár jégesővel. Ez ugyanakkor számottevő hatással nem lesz a hőmérsékletre, mint láthatják, gyakorlatilag a tegnapi naphoz képest nem változik, általában 31 és 35 fok közötti maximumokra számíthatunk, de az Alföldön helyenként előfordulhat 36 fok is. A folytatásban tovább melegszik majd a levegő, mint láthatják, ha örülnek neki, hanem a 37 fok is meg lehet vasárnap, ezzel együtt tetőzik a kánikula, és inkább az északi megyékben fordul elő egy-egy zápor, egy-egy zivatar. Hétfőn aztán majd megközelít bennünket egy hidegfront, ami kedden át is vonul, és ennek meg is lesz a hatása, mind a hőmérsékletben, mind pedig a csapadék tevékenységben, hétfőn is és kedden is több felé alakul ki zápor, zivatar. Ebben a két napban mindenképpen vigyenek magukkal majd esernyőt, illetve esőkabátot, sőt, inkább az esőkabátot javaslom, hiszen viharossá fokozódik majd a szél, ami szerdán is még helyenként erős lesz. Innentől kezdve a hőmérséklet nem változik, nagyon kellemes 24-29 fok valószínű a délutáni időszakban, viszont egyre nagyobb eséllyel bújik majd elő a nap. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!